Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal Jézus hármas megkísértéséről gondolkodunk. Szent Lukács evangéliumának 4. fejezetéből az első 13 verset idézem, olvasom föl. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz. Jézus elutasította: írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Szent Lukács könyvéből olvastam föl azt az evangéliumi alapot, amely mai közös gondolkodásunkat meghatározza. Az Úr Jézus hármas megkísértéséről hallottunk. Lukács evangéliumának 4. fejezetéből az 1-től a 13. versig terjedő rész. A megkísértés, mint fogalom, a bibliai szóhasználatban sok mindent jelent, pontosan attól függően, hogy ki kit kísért meg. Beszélünk a hétköznapi, illetve a leggyakrabban vett és értelemben használt megkísértésről, amikor a rossz a gonosz, rosszra csábítja az embert. A mindennapokban a megkísérteni kifejezést erre szoktuk érteni, vagy maga közvetlenül a gonosz lélek, a sátán az, aki hat az emberre, és az ember döntéseit akarja befolyásolni. Azon mesterkedik a sátán, hogy az embert elfordítsa a Teremtőtől, Istentől, hálátlanná tegye Isten iránt, és engedetlenné legfőképpen, mert hiszen az engedetlenség a bűnnek a gyökere és lényege. Ezt a fajta magatartást kívánja elérni az emberben a sátán, ahogy ezt megtette az első emberpár esetében a Biblia teremtés könyvének, első könyvének leírása szerint. Ha nem is szó szerint vesszük a paradicsomi elbeszélést és a megkísértést, de éppen a lényeg szerepel ebben a leírásban, miszerint a gonosz gőgre, önteltségre, Istentől való elfordulásra biztatja az embert. Tehát a kísértésnek ez az egyik értelme. Emellett szoktunk beszélni Isten kísértésről. Az Isten kísértésnek a vallásos jelensége, mert hiszen ez nyilván a vallásos emberekre jellemző, tehát mindenképpen hívő emberekről van szó, akik esetében beszélhetünk Isten kísértésről. Amikor az ember kísérti meg az Istent, próbára akarja tenni
az ember Istent, hogy igazolja létét, igazolja jelenlétét. Itt a harmadik kísértésben is ez szerepel, amit felkínál a sátán, hogy Jézus vesse le magát a templom párkányáról, és nem lesz semmi baja, mert úgyis vigyáz rá az Isten. Tehát amikor vakmerő kockázattal és valóban a realitásokat figyelmen kívül hagyva próbálra teszi az Istent az ember, hogy ha van, vagy ha velem van az Úr, akkor úgyis megsegít, és valami lehetetlen dologban igazolja magát. Ez az eset az Isten kísértés, amikor az ember kísérti meg az Istent. És van fordítottja is ennek az Isten kísértésnek, amikor Isten kísérti az embert, ahogy a mi atyánkban mondjuk, ne vígy minket kísértésbe, amikor próbára teszi az embert az Úr, hogy az ember igazolja hűségét, szeretetét Isten iránt. Az előbbi háromból itt az evangéliumi szakaszban két esetét ismerhetjük meg a kísértésnek. Legfőként erről szól a történet, hogy a sátán, Isten ellenlábasa, megkísérti, rosszra csábítja az emberélet Isten fiát, aki annyira azonosult velünk emberségében, hogy bár a bűnt nem vette magára, de a kísértést vállalta és kiállta értünk példaként. És a másik, amit említettünk, ez pedig az Isten kísértés, ahogy előbb ezt már kifejtettük. A sátán az, aki próbára teszi az Urat. Olyan szépen írja Szent Ágoston püspök, hogy annyira szeretett minket az Isten, hogy közénk jött emberré lett, és Jézus a megkísértést is értünk vállalta, és ezzel is igazolta azt, hogy ő valóban emberré lett. És az, ami nekünk nem megy, nem sikerül, ez megfordulhat és megoldódhat, hogyha Jézusra bízzuk magunkat, mert ő a mi kudarcunkat, elesettségünket és a kísértésben való álhatatlanságunkat, bukásunkat győzelemre változtatta. Tehát a halál helyett életet adott nekünk, az elesettségből fölemelt az Úr bennünket, és a bukást győzelemmé fordította. Vállalta tehát emberi módon a kísértést, mert valóban emberként volt köztünk az Isten, és emberi testet és emberi próbatételeket, és nem csak testi szenvedést, hanem ilyen lelki próbatételt is vállalt az Úr Jézus. A Szentírás elemzői azonban arra is felhívják a figyelmünket, hogy ebben a megkísértésben nem csak maga az ember szenvedett kísértést, hanem a messiás, tehát Jézusnak a messiási küldetését tette próbára ez a kísértés. Mert hiszen kifejezetten a messiásnak szóló kínálatról hallottunk, és ebben a kínálatban lehet helytelenül is viselkedni, és lehet helytelenül gondolkodni. Tehát van egy sajátos árnyalata Jézus megkísértésének, ez pedig a messiásnak szóló, neki címzett és sajátos jellegű kísértés, mind a három, amiről most hallottunk. De mielőtt bele mélyednénk ezek elemzésébe, ne hagyjuk figyelmen kívül azt a megjegyzést sem, hogy Jézust a Szentlélek vezeti. Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt. És a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Ez a jelenet tehát Jézus megkeresztelkedésének, a Jordán jelenetnek a folytatása. Ott kente föl őt, és tette szó szerint fölkenté messiássá, Krisztussá az Atya, illetve a Szentlélek kente föl Jézust. Az Atya hangja elismerte őt, szeretett fiának nevezte, ezért is talán gúnyolódva mondja
a sátán, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Tehát utalás talán ez éppen az atyának szózatára, aki ebben az Isten jelenésben, amikor a teljes Szent Háromság ott van a Jordánnál, Jézus ott áll a vízben, az Isten fia, a lélek fölkeni őt, leereszkedik rá, mint egy galamb, és az atya hangja hallatszik, tehát ez egy teofánia szaknyelv szerint, vagyis Isten jelenés, amely kinyilvánítja a világ előtt, hogy Jézus az Isten fia. A sátán ezen lovagol és ezen gúnyolódik. Hát, hogyha ő az Isten fia, akkor mindent megtehet, akkor neki nem gond egyik feladatnak sem megfelelni, amivel mint egy vizsgáztatja, próbára teszi, de még inkább a küldetést meghiúsítani igyekszik a sátán. De Jézus magát a böjtölést is a lélek erejében vállalja, így indul el, így vonul el a pusztába, ugyancsak érzékelteti Szent Lukács leírása, hogy valóban emberré lett az Isten fia, és emberi szükséget szenvedett, mert ezekben a napokban nem evett semmit, de végül is megéhezett. És ebben az emberi, mint egy szükségben, vagy akár, hát nem szándékos, de a szükségeink és az ember mi voltunkból adódó elgyengülésben megkísérti Jézust a sátán. És helyt áll ebben a hármas kísértésben. Egyébként az Úr Jézust végig a lélek vezeti, a Szent Lélek a lélek erejében cselekszik, és így vállalja mindvégig az ő messiási küldetését. Nézzük részletesen az egyes kísértéseket. Az első a megélhetésnek, a mindennapi kenyérnek, az anyagi biztonságnak kísértése. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Megjelenik lelki szemeim előtt a pannonhalmi bencés főapátság barokk ebédlőjének egyik képe, ott ugyanis az étkezésekkel kapcsolatos falfestményeket láthatunk, amelyek illenek az ebédlő hangulatához, az étkezéshez, és ez is egy étkezési jelenet, amikor az ijesztő formában ábrázolt sátán, patákkal, meg szarvakkal, megkísérti Jézust a kenyér kísértése. Változzék a kő kenyérré. Jézus nem változtatta át a követ kenyérré, mert hiszen nem csak kenyérrel él az ember, idézi az Ószövetséget, és utal maga a kísértés is, de egyben Jézus válasza is a pusztai vándorlás kísértésére. Ott ugyanis a választott nép hűtlen volt, visszakívánkozott Egyiptomba, inkább vállalta volna újra a rabszolgasságot, csak hogy ott lehessen a húsos fazekak mellett, és vállalta volna azt, hogy a jólétért elveszítse a szabadságát. Zúgolódott a nép Isten ellen, hiába hullott az égi táplálék mindvégig a 40 éves pusztai vándorlás alatt. Már elegük volt a manna étekből, húsra vágyódtak, zúgolódtak, és akkor fürcsapat szállta meg a tábort, és volt hús eledel is, amit fogyaszthattak. De elhangzik ott a figyelmeztetés, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ami azt jelenti, hogy mindazzal folytatódik a mondat, ami Isten szájából való. Ennek a mondatnak kettős értelme van. Az egyik azt jelenti, hogy az Úr gondoskodik, az Úr megadja a mindennapi táplálékot, megadja a mindennapi kenyeret. Ezért is bátorít minket Jézus, hogy ezt kérjük a mennyei atyától, hogy adja meg nekünk a mindennapi kenyeret. A másik üzenet, hogy nem csak fogyasztható fizikai
testnek szóló táplálék az, amit Isten ad, és ami az Istentől való, és nem csak így módon táplálja az Úr az embert, hanem lélekben is. Tehát tanításával, igéjével, bátorító szavával, ugyancsak táplálja az Úr az embert. Jézus nem vállalja azt a fajta lázadást, hűtlenséget, amelynek hibájába beleesett a választott nép. Elutasítja a kőnek átváltoztatását, bizonyára megtehette volna, mint ahogy az Isten mindent megtehet. De mint ahogy később az evangélium egyéb helyein, különösen a kenyérszaporítás alkalmával, nem akarja, hogy ő ingyen kenyérosztó legyen, és ezért kövesse őt a nagy tömeg, és a nép ezért legyen a nyomában, megtette ott, hogy megsokszorozta a kenyeret és a halakat, de mégsem akart így módon messiás lenni, így módon messiás király lenni. Tehát később is ezt a fajta elutasítást, amely megjelent ott a kezdetnél, ezt Jézus képviseli, nem fogadja el a messiásnak azt a hamis értelmezését, a messiás küldetésének, azt a téves eszméjét, hogy földi jólétet kell neki teremtenie, ez a messiás dolga. Ezzel ellentétben ad lelki kenyeret, ad lelki táplálékot, amit az idők végéig megsokszoroz, gondoljunk az úrvacsorára, az eukarisztiára, az oltári szentségre, és ezt megadja, azt a lelki táplálékot, és ugyanúgy az igéjének lelki táplálékát és kenyerét, nap mint nap megsokszorozza és odaadja nekünk, vagy ideadja nekünk. Tehát ez is nagyon fontos, hogy így módon tekintsünk Jézus próbatételére. Ő nem lesz tehát ingyenes kenyérosztó, ő nem földi jólétet megteremtő messiás, hanem a lélek üdvét megadó és a lelket tápláló üdvözítő. A következő kísértés. A második. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Helyszínváltás, valami magas hegyen kötnek ki, de nem is ez a lényeg, nem is tudjuk, hogy mi ez a hegy, és talán éppen azt érzékelteti a Szentíró is, Szent Lukács, hogy a kísértésnek nem a fizikai helyszíne az érdekes, mert bizonyára mindez az Úr Jézus lelkében zajlott le, és ezért nem a látványosság, hogy most a világ összes országa, birodalma ott hever Jézus lábai előtt, a hatalom kísértésével szembesül. Ugyancsak téves messiási elképzelés és messiási magatartás lenne, vagy lett volna, ha ezt elfogadja, és a sátán hazug kínálatát fogadta volna el, aki ugyanis azt mondta, hogy mindezt neked adok, mert minden hatalmat és dicsőséget, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Itt a legnagyobb hazugság, hogy mindezt a sátán megkapta, és a hatalmában áll a világ teremtett dolgai. Ezek nem állnak a sátán hatalmában. Ő az, aki az Istennek az ellenlábasa, kifigurázója, aki úgy akarja magát feltüntetni a világ előtt, az ember előtt, mintha Isten lenne, ugyanolyan korlátlan hatalma, teljhatalma lenne, mint Istennek a világ dolgai fölött, de ez hazugság. Éppen ezért tudjuk a logika elvei szerint, hogy senki nem adhatja azt, amilyen nincs. Tehát ha a sátánnak nincs ilyen hatalma, akkor ott is hazudik. Amikor azt kínálja föl, hogy ő minden hatalmat átad valaki másnak, jelen esetben az isteni üdvözítőnek a megkísértése alkalmával. Tehát
hazugságról van szó, de oly sokszor megkísérti az embert a sátán. Gondoljunk csak olyan politikai vezetőkre, politikai rendszerekre, olyan hatalmakra, amelyek gonoszak, hazugok, embertelenek voltak, vagy léteznek a jelenkorban is. Amikor egyesek, emberek, pártok, népcsoportok úgy gondolják, hogy övék a világ hatalom, vagy korlátlan hatalmuk van. A világ fölötti uralom egyedül Istené. Az ember azt a feladatot, vagy lehetőséget kapta a Teremtés könyvében, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet. De soha nem hangzott az el, és nincs is benne a kinyilatkoztatásban, hogy az Úristen azt mondta volna az embernek, hogy minden hatalmat neked adok. Ez a mesékben fordul elő, amikor egy király valakit nagyon meg akar jutalmazni, és akkor a fele országát, vagy az egész birodalmát odaadja annak, aki megérdemli ezt a jutalmat, de itt nem erről van szó, és ilyen hatalmat az ember nem kapott. Nyilvánvaló tehát, hogy amikor egyesek, vagy bizonyos rendszerek, hatalmi rendszerek, úgy gondolják, hogy övék a világ, és nekik erre joguk van, vagy nekik erre lehetőségük kínálkozik, a tévedést a sátán indítja el, és ők ezt a nem létező teljhatalmukat is egy hazug kínálat folytán fogadják el, és nyilvánvalóan a sátántól. Ezért emberi módon sokszor nem megmagyarázható, hogy miért is vannak olyan gonosz rendszerek, miért is vannak olyan sötét történelmi időszakok, amelyek előfordultak vagy előfordulnak, és honnan ered mindez, vagy hogyan lehet az ember ilyen rossz, hogyan gyűlölheti az egyik ember a másikat ennyire, vagy hogyan írthatja ki az egyik népcsoport a másikat. Mindebben a sátán működik, ez nyilvánvaló, és itt van ennek a bibliai gyökere, amikor megkísérti Jézust, az Isten fiát, a messiást, megkísérti a politikai hatalomnak az ilyen téves értelmezésével. Jézus nem akar földi király lenni, nem akart soha földi uralkodó lenni, amikor az említett kenyérszaporítási esetekben is a nép királya akarja őt tenni, vagy elkápráztatja őket az ő jósága, gyógyító szeretete. Tehát sokszor királya akarják tenni őt, ő ezt nem vállalja. Pilátus előtt pedig végérvényesen és egyértelműen kinyilatkoztatja azt, hogy az én országom nem ebből a világból való, tehát még hogyha a keresztfára is ezt írják rá, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, nem a politikai értelemben, hanem ahogy ő mondta, de azt nem értik még akkor, még az ő környezete sem, még az apostolok is világi hatalomról álmodoznak, gondoljunk csak Jakabra, Jánosra, a Boanergész testvérpára, akik a mennydörgés fiai, és akik ott akarnak ülni Jézus országában a jobb és bal felől, nem ezt a hatalmat valósította meg Jézus, és nem ezt a hatalmat kínálja föl az apostoloknak sem. Tehát nyilvánvaló itt is a sátánnak a kísértése és hazugsága. Jézus tehát ezt a második kísértést is kiállja. Érdekes azért azt itt megfigyelnünk, hogy itt nem szólítja úgy, meg nem úgy nevezi Jézust, vagy nincs ez az Isten fia cím, itt nem szerepel, mert hiszen itt nem akarja éppen az Isten fiúi öntudatában megszólítani Jézust, mert éppen arra akarja késztetni, hogy forduljon szembe az atyával, az Istennel. Tehát valójában itt a legnagyobb kísértés, a téves és a nem létező evilági hatalom értelmezés elfogadása és megvalósítása. A harmadik esetben újra szerepel a megszólítás, ha Isten fia vagy, akkor
Vesd le magad innét. Hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak és kezükön hordozzanak, majd nehogy kőbe üst a lábad. A templom párkányára viszi Jézust a sátán, ez talán a templom külső falának egy kiálló része, valami erkélyes része, vagy valami toronyféleség. Itt sem a helyszín az érdekes, hanem maga a kísértés és annak a tartalma. Amikor erről gondolkodunk, akkor annak a vakmerő magatartásnak a kísértését állítjuk magunk elé, amely az imént mondottak szerint az Isten kísértésnek egyik formája, amikor az ember próbára akarja tenni az Istent. Ha létezel, ha velem vagy, akkor úgyis megsegítesz. De az Úristen nem hagyja figyelmen kívül az ember esetében a realitásokat, nem ment föl bennünket attól, hogy óvatosak legyünk, vagy magunkra vigyázzunk, nem hatalmaz fel arra, hogy vakmerőek legyünk, hiszen ő nem egy artistává, és nem egy cirkuszi mutatványossá teremtett bennünket, és a Messiást is azért küldte, hogy a lélek szabadságát adja meg, nem pedig szemfényvesztésekkel kápráztassa el az emberek tömegeit. Tehát nem cirkuszi mutatványokra küldte az üdvözítőt. Ezért itt a Messiásnak ugyancsak egy sajátos kísértésével találkozunk, ami a csodálatot, a tiszteletet, a hódolatot, a sztárkultuszt jelenti, és ezt utasítja el Jézus, mert bizonyára nagyon lelkesedtek volna, és várták is az emberek egyébként a csodákat, a rendkívüli jeleket. Megjegyezzük, hogy meg is kapták, hiszen Jézus számtalan beteget meggyógyított, számtalan esetben halottat támasztott, ördögöt űzött, uralkodott a természet erőin, de úgy látszik, ez kevés volt, mert leginkább a sztár jellegű és a mindennapi életből kizökkentő rendkívüliségre éheznek az emberek, és ezt várták a Messiástól. Kápráztassa el őket rendkívüli jeleivel, bűvész mutatványaival, csodáival, artista attrakcióival, de nem ez történt. Jézus nem veti le magát a párkányról, hiába szentírási részt, Zsoltárt idéz a kísértő, mégpedig a 90. Zsoltárt, amelyben szerepel, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon, kőbe ne üsd lábadat, és egyéb veszélyektől is angyalai által megóvja az Úr az embert, de nem a saját magunk által keresett veszélytől, vagy kockázattól, vakmerőségtől. Jézus mindezeket elutasítja, és mint Messiás nem akar cirkuszi mutatványos lenni. És ez a hármas kísértés, mint említettük, mind három a Messiásnak szóló kísértés. Ezeket az Úr Jézus az Ószövetség helyeivel, különösképpen a második törvénykönyvből vett szövegekkel utasítja el, idegen szóval a Deuteronomium, második törvénykönyv, vagy más megfogalmazásban úgy is szoktuk emlegetni, hogy Mózes 5. könyve. Ennek 6. fejezetéből idéz az Úr Jézus mind a hűségre, az Isten imádására vonatkozó választ, ahogy a második kísértésben mondja, Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És itt pedig a templom párkány esetében azt válaszolja, az is írva van, hogy ne kísérd Uradat Istenedet. Tehát az Úr Jézus kiállja a próbát, nekünk ad ezzel példát, mert hiszen általánosságban is vállalja az ember megkísértésének helyzetét, és mint Messiás is vállalja a próbatételt,
hogy ő valóban az Úr szolgája, szenvedő szolgája, a világ megváltója legyen. Mindez az ő nyilvános működésének kezdetén történt. Ne feledjük el, hogy ezzel a próbatétellel, a 40 napos bőjttel kezdődik meg az a 3 éves küldetés, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy Jézus nyilvános működése. Erről számolnak be részletesen az evangéliumok, itt hangzik el ebben az időszakban az Úr Jézus tanítása. Tehát, hogy mit tanított, mit tett értünk Jézus, azt ennek a 3 évnek az eseményei, a tudatos megváltásra készülő folyamatnak eseményei mondják el. Most tartsunk rövid szünetet, és a műsorunk második rövidebb részében még néhány példával szeretném megvilágítani Jézus megkísértésének és egyúttal a mi megkísértéseinknek eseteit. Hallgassunk zenét. Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélek Emelő című vallási műsorunkat. Jézus 3-as megkísértéséről gondolkodunk a mai alkalommal, alapul véve Szent Lukács evangéliumának 4. fejezetéből az 1. verstől a 13. versig terjedő részt. Jézus vállalja embermi voltunkat, valódi emberi kísértést szenved, és ahogy Szent Ágoston említi, vállalja mindezt azért, hogy a mi elbukásunkat győzelemmé változtassa. A 3-as megkísértés, amiről műsorunk első részében részletesen elgondolkodtunk, kifejezetten és sajátosan a messiásnak szóló kísértés is egyben. Nem vitathatjuk, hogy a mindennapi anyagi biztonság igénye,
a mások fölötti hatalom, a másokon való felülkerekedésnek a vágya, vagy a kockázatok vállalásának a kísértése, ez ne lenne próbatétel a minden ember számára és a mindennapokban, de ezek a sajátos kísértések, ezek, amelyekről beszámol Szent Lukács, a Messiásnak szóló és neki címzett próbatételek egyben. Említettem a műsorunk első részében, hogy néhány példát hoznék, és olyan sajátos példák jutottak eszembe, hogy most két szentatyára, két római pápára hivatkozom, és egy Mária jelenésre, mely Lourdesban történt, illetve pontosabban az ott szolgáló korabeli plébánosra, tehát három papi személy lesz a példa. Az első boldog második János Pál pápa, akinek alakját szeretném most összhangba vagy kapcsolatba hozni az első kísértéssel. Természetesen minden példa arra mutat, hogy a példaként felhozott személyek ugyancsak az Úr Jézus lelkületével helytálltak, és a kísértést helyesen fogadták és kiállták a próbát. Boldog második János Pál pápa a betegség keresztjét hordozta hosszú éveken keresztül. Az ő idejében a különböző helyekről, még egyházi körökből is megszólaltak olyan hangok, olyan visszhangok, gyakorlatilag, mert ezek úgy visszhangoztak a közösségben, hogy miért nem mond le, hogy ilyen betegem, mint egy miért terheli rá magát az egyházra, vagy a közvéleményre, az elesettségét miért kell ennyire mutatnia, még nagy nyilvánosság előtt és tévé közvetítésekben is. És lehetne sorolni, tehát én magam is személyesen hallottam ilyen véleményeket, hogy miért nem mond le, ez volt a lényege. És tudjuk jól, hogy a boldog pápa miért nem mondott le. Mert ő egy olyan eszményt kínált fel a világ számára, amely az ember méltóságát hirdette. Tehát ő nem akart földi biztonságot, és a világ elé akarta állítani azt, hogy az Úristen törődik az emberrel, és az emberi személy kedves Istennek, és mindenkivel, az elesettel, a beteggel is dolga van az Úrnak, és mindenkire küldetést bíz, és az emberi méltóság mindenek fölött áll, hiszen a maga képére, hasonlatosságára teremtette meg az Isten az embert. És éppen ahogyan az Úr Jézus hivatkozik, hogy nem csak kenyérrel él az ember, a Szentatya is bízott abban, hogy az Úristen az ő küldetését szívesen fogadja, és erőt ad neki. És meg is kapta, hősiesen helytállt élete utolsó pillanatáig, amíg 2005. április 2-án este el nem hunyt boldog második János Pál pápa. Bízott a gondviselésben, bízott abban, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Tehát nem az evilági érdekek, hasznosság szerint gondolkodott, ahogyan általában a közvélemény gondolkodik az idősekről, elesettekről, betegekről, vagy a magzati életről például, olyan esetekben, amikor nem igazán veszik figyelembe az ember méltóságát. Tehát ebben a kísértésben, amikor azt valljuk, szembefordulva a sátánnal, hogy az Úr gondoskodik, hogy az Úr megadja megfelelő táplálékot, ahogyan a pusztában megadta a mannát, és ahogy kérhetjük tőle a mindennapi kenyeret, életünk szolgálatában ez a bizalom kell, hogy jellemezze mindnyájunkat, és erre szép példa boldog második János Pál pápa élete és áldozatvállalása. És mellé állítjuk a jelenlegi Szentatyát, 16. Benedek pápát, aki viszont lemondott.
lemondott a legfőbb pásztori tisztségéről, és én ezt most úgy érzem, hogy itt pedig a nem mindenáron megőrizni a hatalmat kísértés szerepel az ő esetében, mert bizonyára, hogy nagy megtiszteltetés és nagy öröm egy ilyen méltóságot betölteni. De jól tudjuk, hogy a pápák nem e világi hatalmat kapnak, amikor ők a legfőbb pásztori tisztet magukra vállalják. Azt se feledjük el, hogy a római pápának az egyik címe, latinul úgy hangzik, hogy Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak a szolgája. A harmadik kísértéshez is szeretnék egy példát mondani. 1858-ból való a példa Lourdes városából, amikor Szűz Mária megjelent Szubiru Bernadettnek. A korabeli lourdi plébános, mint egy
próbatételt akart állítani az Úrnak, az égieknek, és azt kívánta az égi jelenéstől, aki megjelent Bernadettnek, hogy valami látható csodát műveljen. Azt üzente Bernadetten keresztül, hogy egy vadrózsa bokor a barlang közelében, a téli hidegben virágozzék ki. Legyen ez a csoda az égi jelenés hitelesítése, vagyis az égieket, a természet fölötti világot, az akkori lurdi plébános így akarta próbára tenni. Nem mondanám ezt a példát kifejezetten Isten kísértésnek, mivel nem rossz hiszemű, nem követelőző magatartás volt, hanem éppen ellenkezőleg a felelősség okán kérte ezt a plébános, hiszen neki kellett véleményt mondania az egész jelenségről, hogy ez az egyszerű parasztlány valóban egy égi küldöttel és valójában a boldogságos Szűz Máriával találkozott. A bemutatkozás pedig végképp eldöntötte ezt a kérdést, bár a vadrózsa bokor nem virágzott ki, mégis egy csodás forrás fakadt ott a barlang tövében, ahol a jelenések történtek, amikor 18-szor megjelent Szűz Mária Szubiru Bernadettnek. Azóta is sokan számtalan beteg meggyógyult ebben a csodás forrásvízben. És aztán a bemutatkozás pedig megerősítette a plébánost abban, hogy valóban Szűz Mária jelent meg, ugyanis úgy mutatkozott be helyi nyelven a boldogságos Szűz, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Ezt a nehéz teológiai kifejezést bizonyára az egyszerű parasztleány Bernadett nem tudta volna magától kitalálni. Éppen 4 évvel korábban hirdette ki a római pápa Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának hittételét, így tehát egy egészen friss megfogalmazás és összegzés a szűzanyára vonatkozó katolikus hitvallások sorában, ez lett a bemutatkozása is az égi jelenésnek. Próbatétel, ez is Isten kísértés, Isten próba, de mint említettem, itt nem rossz hiszemű és követelőző magatartásról volt szó, de mégis fontos volt ez az égi jel ahhoz, hogy a világ bizonságot szerezzen arról, hogy valóban az égiek léptek be az emberi világba, ahogyan egy szép elmélkedésben olvashatjuk erről, miként az isteni üdvözítő 2000 évvel ezelőtt egy barlangban megszületett, most az ő édesanyja, illetve akkor az ő édesanyja ugyancsak egy barlangban jelent meg a világnak, hogy megerősítse az embereket hitükben, hogy buzdítsa őket, buzdítsa mindnyájunkat a bűnbánatra és a Jóisten iránti bizalomra, az Úr Jézus szeretetére. Ezt kívánom mindnyájunknak, hogy a kísértésekben helyt tudjunk állni, a gonosznak mindig ellent tudjunk mondani, az Isten iránti bizalomban megerősödjünk, és élvezhessük azt, hogy az Úristen gondviselő szeretete kíséri az életünket. A mai Lélekemelő című műsorunk végén ezt kívánom, ehhez kívánok nyitott szívet, lelki erőt és bölcsességet. Legyünk mindig bátrak a rossznak megfelelni, illetve a rossznak ellentmondani, megválaszolni, a gonosz kísértéseit elutasítani, és legyünk mindig bátrak Istenről, a jóról bizonságot tenni. Ezzel búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!